Békülni látszik Hosszú Katinka és a Magyar Úszó Szövetség. Amíg Gyerfás Tamás töltötte be az elnöki posztot, addig a világklasszis úszó gyakorlatilag hadilábon állt a szövetséggel. Az új elnök szerint azonban a szövetség ma már nem az, ami volt, és reméli ezt Katinka is látja. Különösen most, hogy férjével szakítottak, és nélküle készül a hétvégi versenyére. Sziasztok! Visszakaptam a Facebook oldalamat, újságolt az Örömhírt legújabb posztjában Hosszú Katinka. A Facebookját május 25-én zárolták, pont azután, hogy bejelentette, nem Shane-nel készülnek a további versenyekre, mivel nem tudták rendezni a magánéleti problémáikat. Azóta elindult a találgatás, hogy vajon ki lesz az úszóbajnok új edzője. Erről az úszószövetségnek nincs információja. Az elnök úgy fogalmazott, az edzőválasztás mindenkinek szíve joga, ő nem aggódik. Szerinte Katinka az edzőcsere ellenére is halmozni fogja a sikereit, akár csak Cselászló vagy Kozma Dominik, akik karrierjük során szintén váltottak edzőt. Remélem, hogy Katinka is látja ezt a kezdeményezést, hogy én tényleg a versenyzőkkel vagyok. Vladár Sándor tavaly szeptemberben lett a Magyar Úszószövetség elnöke, Katinkával pedig már személyesen is találkozott. Azt mondja, most az a legfőbb feladata, hogy idézem, stabilizálja a kialakult rendet a szövetségen belül. Ez a Magyar Úszószövetség most nem az, ami volt. Látja azt, hogy az olimpiai bajnokok testülete betagozódott ezzel a csúnya szóval. Az elnök első hívószavára az összes olimpiai bajnok bejött, azok is, akik eddig perben haragban álltak. Vladár egyébként maga is olimpiai bajnok úszó. Legközelebbi megméretetése június 16-án, a Magyar Úszás napján lesz. Idén Balatonfüred lesz a nyílt vízi úszó világkupa egyik állomása, a MUSZ elnöke pedig vállalkozott az 1000 méteres távra. Kovács Ágnes, Vladár Sándor, Gyurta Dániel, Szabó József és jó magam. Krista Viva mellett több olimpiai bajnok is ott lesz a rendezvényen, ahová 27 országból érkeznek majd versenyzők. A 10 kilométeres távon indulnak az olimpiai címvédők Hollandiából, a magyarok közül pedig Rasovszky Kristófnak és Olasz Annának lehet majd szurkolni. A versenyen egy nem várt kihívás majd a vízhőmérséklete lesz. A Balaton ugyanis előreláthatóan 26-27 fokos lesz.